Hello. Hello, hello. Üdv mindenkinek, szevasztok, szép délután. World of Tanks-ezni fogunk. Nyomatjuk a T-34 Black változatnak a márkolási kísérletét. Hát tegnap ugye idézőjelben próbálkoztunk vele, de hát ugye szakaszba ez így szerintem kevésbé működőképes. Nem mintha a tank amúgy nagyon hajlamos lenne rá, hogy könnyen meg lehet szerezni rá a gánmárkot. Nálam nem akar nagyon működni, hát ha majd kicsit jobban rá tudom működni arra, hogy működjön. Hát maradjunk annyiban, hogy nem sok reményt fűzök hozzá, de próbálkozzunk, legalább farmoljuk a kreditet. Úgyhogy átváltok a gamer, aztán pörgessük is meg a pörgetni való pörgetésiket. Benyomom a credit boostert, meg benyomom a klános credit boostert is. Aztán a is pedig nincs valami 2 órás. Hú, most szállja kell egy 25%-osra. Fú, de csak leszek, most benyomok egy 25%-ost. Senki se látja. De a klámból úgyse jár föl senki, úgyhogy én kihasználom. Aztán ha valaki akar, akkor följöhetne. Ugyanúgy, nem? Igazam van? Igazam van. Nekem mindig igazam van. Így, várj, ne. Oké. Várjál, Lali. Várjál, Lali, benyomunk még egy ilyet is, mert a legénység az elég gyászos, és hát fejlődjön, mert az jó. Szia Csabesz, szia Kempocsi, üdv srácok mindenkinek, hello, bello. Szóval remélem, hogy azért egy fokkal ma jobban megy majd a játék vele. De hogy őszinte legyek, nekem ezzel a tankkal elég sok problémám van. Egyébként valahogy én most így próbálok olyan tankokkal most játszani és próbálni gammárkozni, hogy ugye kreditet farmolok közben egy tier 8-ba, amikkel kevésbé játszottam eddig. És az igazság, hogy igazából magammal cseszek ki, mert ezekkel a tankokkal nem hiába nem játszok. Ugye gyakorlatilag azért nem játszok, mert nem is fekszenek nekem, meg szerintem nem túl jó tankok. És a T-34, illetve a T-34 Black is egy ilyen tank, hogy nagyon jónak tűnik ez az óriási átütés, meg gondolván, hogy toronyból nagyon jól tud dolgozni. Sajnos ez az a baj, hogy nem elég, hogy nem igazán talál el semmit, mert ahhoz képest 0,33-as pontosságával jelenleg nem túl pontos. De ezzel a töltés idővel ez az alfa, ami van neki, ez kevés. A DPM-be kevés a tank, mozgékonyságban is kevés a tank. Nem tudsz egy normálisat trédelni valakivel, mert a 400-as alfa sebzés az általában 400 alatti, és rohadtul nem éri meg ez a töltés idővel, még más tankok kevesebb idő alatt töltenek, és nagyobbat sebeznek. És így rohadtul nem éri meg. Úgyhogy úgyhogy olyan óriási gondok vannak ilyen szinten a tankkal, de hát próbálgatni kell. Meméne. Tőlünk mindig nem nagyon jöttek előrém. Ezt a T-44-et amúgy tök jó lenne meglőni. Amúgy ki a bubánat spotol vajon? 45 TP volt valószínű, ja? Nem tudom, az a 45 TP-s lövésnek kellett volna szerintem találni. Nem látszódik ki, nem.
beadta. Többiek nem jönnek. Vagyis hát nincsenek többiek. Vagy ki kell lőni itt az összes kerítést, mert minden szart már problémás, úgyhogy én már most visszavonulok. Érdekes, a T-44 az pontosan akkor indul meg, amikor én kezdek visszajönni. Tehát még véletlenül se később, vagy előbb. Vagy mondjuk soha. És megint spoton vagyok. Ó, hogy szopódj ki. Jó, nem tudok visszamenni. Nincs opció rá. Nincs rá opció. Nem is fogok betölteni. Csapattársam nem segít. És látjátok, 406 nem bírt egy akkorát lőni a tank, hogy... hogy befejezzem. Ez a fő probléma ezzel, hogy kicsi az alfa, sokáig tölt, lassú, tehát nem tudsz visszavonulni se időbe. Sajnos nagyon, nagyon gyengusz. De hát itt a csapat is balfasz volt, nem gyengén, úgyhogy... itt kempel az egész banda, az összes merünk itt kempelt konkrétan. T-30 is itt kempelt, bejöhetett volna simán a városba. Na csak legalább döglenének meg. Mert a T-30 inkább full HP-val neki indul a mező közepének. Nice. Szia Honti, hello. Üdv Bence, hello. Úgyhogy Csóri T-34, illetve T-34 Black igazából ebből a szempontból játszhatatlan, hogy hiába a nagy átütés. Tehát ennek a tanknak egy 440-es alfának kéne, hogy legyen, és akkor azt mondom, hogy egy fokkal akkor már az ágyúval kibékülne az ember, mert nagyobb esélye dobsz 400 fölött itt, hogy megérje ennyit tölteni. Az, hogy lassú, azt még az ember elfogadja, mert heavy, de óriási probléma, és akkor emellé még pontatlan is. Rohadt pontatlan. Úgyhogy, ja. Hát szomorú egyébként, mert nagyon jó tank lehetne. Csak hát... nem nyúlnak hozzá. Saberix, hello, hello. Supportolni vele? Lehet, hogy lehetne vele supportolni, de... nem tudom. Ilyen védekező TD módot játszani vele lehet, hogy lehetne, de... nem tudom. Az a büdös nagy helyzet, hogy... ahhoz meg nem elég pontos, szerintem, hogy így sznájpolgasson vele az ember. Ez a tapasztalat vele általában, hogy hiába papíron pontos, amúgy nem. Most itt is kurva jó lenne bemenni középre, de figyeljétek meg, hogy semmi értelme nem lesz bemenni középre. Heavy részre még annyira se lesz értelme, a szélére szintén nem látom értem, tehát nulla páncézata van. De egyébként még a tornyának is. Tehát ez inkább T-29 torony, mint T-30. A T-30 tornya erősebb. Hiába ugyanaz. Tehát belövik. Sokkal könnyebben belövik. Úgyhogy... tehát a függetlenül megpróbálom a középső részt, de... így van. Még véletlenül se engedjél el. Így van. Nyomjad neki. Szóval én igazából a legnagyobb problémát ennél a tanknál a DPM-et tartom. Főleg úgy, hogy most az összes amerikai heavy DPM buffot kapott. Nem is kicsit.
ő pedig nem. Ami szomorú, pedig kaphatott volna. Ez a tank ilyen 10 és fél körül töltene, akkor bőven jó lenne. 10 és fél szerintem az úgy reális lenne. És engem már előbb meglátna. Na, hál' Istennek van, aki szarabbul lő, mint én. Senki nincs, aki szupportálna. Remek. Háromszázhatvan. Te látjátok? Ez a másik probléma. 400-as alfa. Folyamatosan 400 alatt, de jóval 400 alatt lő. És ez emellé a töltésidő mellé, ez nem fér bele. Szerintem. Rohadtul nem fér bele. Hogy ilyen picit dobáljon. Jó, meghaltam. Meghaltam! És most meghaltam, és föl van spotolva, csávó. Na, ennyi. Tehát, hogy így egy lightot se tud lepattintani. Ennyit tud a tank sajnos. És ez a legfőbb probléma, hogy 400-as alfa mellett állandóan ez a 320, 330, 360, néha napján így 440-eket dobál, és így ennyi. És emeli a töltésidő mellé, ez kevés. Mert ott van egy IS-3, ami páncélozottabb is, gyorsabb is, alfája 390, ugye? És gyorsabban betölt szintén. Átütése valamennyivel gyengébb, de akkor inkább legyen az átütésem gyengébb, de DPM-et növelni kell, mert ez szánalmas. Tehát egyszerűen ez a legnagyobb probléma a tankkal. És ott egy renegét, ami meg egyszerűen, tehát ott van 360-as átlagsebzése van, átütése az picit ugye gyengébb, hát picit jóval gyengébb, mint a T-34, ez eddig oké is, de egyszerűen DPM-re meg annyival durvább, hogy akkor inkább lenne ennek is egy olyan átütése. Persze tudom, hogy ott a kaliber miatt, de szerintem az a 10 és fél szekes töltésidő, azt szerintem simán beleférne. Ennyi, és el is buktuk. Jó, hogy nem, győztünk. És hogy nyertük ezt meg ilyen hamar? Befoglaltunk? Adatokat gyűjt a játék. Nem, mindenki meghalt ilyen hamar, értem. Oké. Ez kemény. Nice. Szóval... Én ezt még sokkal nagyobb problémának tartom. És akkor emelé még jön az tényleg, hogy lassú. Rohadt lassú. Szerintem ez egy 2 másodpercet le lehetne faragni a töltésidőből, és akkor még azt mondom, hogy szó. Bár őszintén megmondom, elvehetnének az átütéséből is, mert T8-ba túlzás. Fölösleges, úgymond ekkora átütés. Vagy akkor sebezzen ki kevesebbet, de legyen a töltése gyorsan, mert ez a legnagyobb probléma ezzel a tankkal.
Szerintem ennél rosszabb esetlegesen még a lőve. Ami jó, mondjuk ez egy picivel hamarabb tölt, de ott még kisebb az alfa. A két arti mellett beállni oda. És ennyi? Megint ez a város? Bejöttünk hárman? Hú, gyerekek. Az így köbbő halál. Jó. Én ezt így elengedtem. Már most. Trolltraktor, hello, hello. Á, ennél a tanulnál még sose volt így, hogy mozgás közben ilyen távolra eltalált volna bármit. Fölösleges is próbálkozni vele amúgy. Ez a tank ez így undorítóan pontatlan. Még ha be vagy szűkülve is pontatlan. Teljesen be voltam szűkülve, belelőtt a ház szélébe. Ez a baj. Sajnos ez tudja a tank. Support helyzetbe. Úristen, odalőtt, és megint 400 alatt, ez az. Igen, muszáj vagyok hátrébb menni. Nem akartam volna, de muszáj lesz. Senki melyik nem akarja kidugni magát. Nem látom. Pont mellé lőttem. Világbéke és szerelem. Van egy darab sebzésem. Azt se talált. Esélytelen beütni. Látjátok? Tehát nem lehet vele, tehát esélyed nincs egy kapás lövést ellőni. Bele. Semmi értelme megpróbálni a kapás lövést. Mert egyszerűen undorítóan pontatlan fos. Hát fölösleges próbálkozni. Egyszerűen undorítóan fos ez a tank. Sajnos.
pontatlan, szalad DPM, lassú, nulla páncélzata. Idejét múlt. Emiában nem látni vele senkit, nagyon játszogatni vele. És az ember azt gondolna, hogy ezzel nagyon könnyű meglőni a izét, a 2-3 ezreket. Hát persze, igazából hász egy helybe, egy tornyos pozícióba is, jönnek a lőnivalók, megállnak egy helybe, te rászűkülsz és a tank eltalálja. Akkor igen. Csak én nem tudom, tehát egy heavy tanknál a 0,33-as pontossága szerintem nem ilyen. De ja, biztos élvezetes egyébként. Nem tudom, tényleg az ember próbálkozik, de ez a tank is egy olyan tank, ami régen játszható volt, most már nem. Tehát itt valamit az ágyúval kezdeni kéne, vagy DPM legyen jobb, vagy legyen nagyobb alfája. Vagy akkor legyen kisebb alfája, de akkor meg legyen pontosabb. De nem tudom, tehát ez is egy amerikai heavy, a legtöbb amerikai heavy pontos. És gyorsan lő, tehát nagy DPM-je van. Ő pedig valahogy így inkább TD, mint heavy. Mert csak TD-nek meg szar. Mert az átütés is arra asszociál, tehát akkor viszont kéne egy 490-es alfának lennie, nem? Vagy 460, vagy valami ilyesmi, hogy sűrűbben dobáljon 400-akat, mert így botrányosan kevés. Ne, persze, nem arra mész tovább, hanem befordulsz. Szia csaptelep, hello! Csúnya T-34, csúnya! Ahhoz túl lassan reagáltam. De majd egyszer eltalállak, EBR. Egyszer biztos. Csak lehet, hogy nem ezen a meccsen. De kettő lefele megy. Pont beleugratott. Ez volt a szerencsém. Elélődtem nagyon. De tök, hogy nem lőtt rá senki. Tehát jelzi az arti. Mégse lő oda. Pedig meg volt villantva. Szia Gabesz, hello! Mögé ment. Hátrébb kéne mennem. Egy picit. Ez a fordulási sebesség is, zseni. Szerintem egyébként, aki meglőtte először, annak átment a lövés a tankon. Tök úgy nézett ki. Rá
kéne menni, nem? Most, hello! Megint 400 alatt. És nem jönnek mi? Nem. Megállnak mögöttem. Szóval, hogy nem bír 400 fölött itt dobni. Most tudott. Hál' Istennek. Megy a gold az AMX-nél. Az érdekes. Főbb érdekesség, hogy ők miért nem jönnek előrébb. Az AMX rám fog jönni a faszba. Találjál. Ja, 703 itt hagyott a gecibe, mármint hogy... $3.99. Na végre jönnek a heavy mögöttem? Talán? Á, nem mernek. Artik nagyon rám vannak állva. Gyertek már előrébb, hát nem hiszem el, bazd meg. Nem akarnak segíteni. Azt mondják, hogy fuck you. Mi bizony kempelünk. Örökkön örökké. Meg kampolni jó. Nézzek, látod? Engem akarnak az arták. Csak engem akarnak. Laptop, különleges vagyok. Nézd már, jönnek a csapattársaim! El se hiszem! Full HP-ról! De kedvesek vagytok. Csoda szép arcotok, hogy rohadna le. $3.90. Csak így ilyenkor azért mondom direkt, hogy hányszor lő a tank 400 alatt. Úgyhogy az alfa 400. Ergo... Ugye a fölött is kéne dobnia, de sose dob, mert hát miért? Nem kell azt. Jó van az úgy. És mi mindig itt kempelnek. Beszarsz. Na mi van, fiúk? Olcsó volt az akunt? Vagy mi? Hm? Olcsó volt? Gondolom, hogy olcsó volt. Leárazás volt. Kurva Arti megint rám fog klikkelni. Az a baj. Igen, ez nem az a tank. Hitszaszárom, az teljes izébe van. És megint mi spotolt ki? Sose tudjuk meg.
Hát az a baj, hogy ez már elég késő lett felszpatolva. Be így megvárom a sittert. Hát a kikukucskán. Bár a kometnek meg kéne tudni oldani. Talán megoldja. Hogy végig spoton voltam. Ez új, amúgy. Érdekes egyébként, hogy a 703-at nem lőtték meg, még annak ellenére, hogy itt jött el, ugye ki, de ő nem spotolódott föl itt. Én meg ezek szerint végig spoton voltam, miközben jöttem előre, mert nem villant a 6. érzék. Már ott spoton van a T-29 is. Az viszont durca, mert akkor viszont valaki itt van spotolni. Hát, vagy valahonnan innen ellát. Ja, itt van valaki. Vagy az STRV simán egyébként innen elszpotolhat. Vagy onnan lőtt ki kb. Idáig elláthat. Mondjuk a háztól nem tudom, hogy látna meg. Azért gondolom, hogy inkább... Háá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 
Na, valószínűleg ő volt egyébként, aki spotol. A köcsög Arti, aki fókuszált végig. Oda nézd, a hős. Megindult. Mennyit sebeztünk, azt se tudom. 3400. Ez talán az első valamire való köröm. Mostanában a tanka. Ennek a Super Hellcatnek milyen DPM-je volt a miénknek? Hát jó szar. Szerintem egyébként el fogjuk bukni. Van egy olyan sanda gyanum. Ha a Comet meghal, akkor szerintem megmordelolunk. De szerencsés volt a T-29 robbanóval, hogy átütötte. Hát az STRV onnan elláthatott odáig simán. Szerintem ő volt, aki spotolt. Periszkóppal. Bár akkor viszont tényleg nem értem azt, hogy az objektet miért nem lőtte meg, mikor ott elment. De lehet, hogy ő, nem, most összintén megmondom, nem figyeltem, hogy lehet, hogy ő átrébb ment ki a szélére egyébként. Hát mondjuk a Comet, hát jó, mondjuk a Cometet se lehet izélni. Hibáztatni azért, hogy jöhetett volna előbb ebbe a részbe spotolgatni, mert hát neki is föl kellett onnan jönnie. Kellett volna egy picit várnom még. De őszintén nem gondoltam volna, hogy spoton vagyok még. Tehát igazából én azt hittem, hogy nem vagyok felspotolva, de végig spoton voltam. Micsoda fájtok vannak itt, micsoda fájtok. Azért biztosra mennek a srácok. Szerintem az elindult errefele, az nem fog visszaérni. Van egy olyan sanda gyanúm. Hogy vagy itt hátul volt, vagy elment, vagy csak simán elment az artér, próbált elmenni, aztán nem találkoztak. Na mindegy, attól függetlenül nem volt egy szarkör. Pán egy picit túl sok HP-t elcsesztem ott a T43-nál. Bár én mondom, arra számítottam, hogy a két darab heavy társam, akik majdnem full HP-n voltak, észreveszik, hogy lehetne jönni előrébb, és akkor könnyebb lesz áttolni, de nem baj, jó volt ez. Ja, ez végre, igazából ezzel a tankkal valami ilyesmi átlagot lehetne hozni,
ha minden egyes szituáció ilyen lenne, hogy van idő tölteni, van idő lőni, de hát függetlenül, amit mondok róla, hogy ez a DPM probléma, ez szerintem még mindig a legnagyobb gond ezzel a tankkal. Pedig egyébként az amerikai tankok azok nagyon jók, főleg most a buff után, a heavy-k. Szia Gormánk, hello, szia Desert, üdvüld. De beparkolok, azt valami lesz. Nagy valószínűséggel nagy semmi. Iszki. Miből, hogy senki nem fog oda menni. Standard Béla az bejött oda, igen. Az Emilt képzelném el oda. De úgy látom, az Emil nem képzeli el magát oda. Mindegy, szépen nyugodtan várunk. Türelmesnek kell lenni. Aha, bukkannak fel az emberkék. Ott nem fognak elférni egymás mellett, valamelyik úgyis meg fogja magát gondolni és megpróbál oda kijönni. Vagy ugye erről az oldalról, de... Asszú lesz az. Nagyon jó. Spot damage. És már azt nem én kaptam spot... vagy megvárja. Rájöttem, hogy ennél a tanulnál még a fordulási sebesség is gyászos. Alig bírok egy helyben megfordulni. Normálisan. Kettő, 48. Borzasztó ez a tank. Borzasztó ez a tank. Végre valamit eltalált kapásból. El se hiszem. Mi is hagyja, hogy hátba lőjön.
el tud lőni, bazd meg. Ők fedeztek ott, ugye? Hál' Istennek. Jó, ez ennyi volt, srácok. Standard Béla vígan bazd meg el tud lövöldözni. Jó, ez ennyi volt. Kár, őszintén, tudjátok, hol kúrtam el, hogy bejöttem ide. Ha kimaradok, nem mernek ránk jönni, ha itt maradtam volna. Ez szinte biztos. Ez tudti egyébként, 100%-ra mondom. Nem kellett volna ide bejönni. Meg elbukott a másik oldal egyébként, azért lett vége itt az egésznek. Mondom, brutálisan lassú is a tank. Tehát most nagyon jól látszott, hogy alig bírtam megfordulni. Tudom, forgási mechanizmus kéne, és akkor gyorsabb lenne, de akkor meg kibaszott pontatlan lenne. Még ennél is pontatlanabb. Szóval, hogy vagy-vagy. Kéne rá még akkor a kuplung égető skill, stb. Szóval megint itt ott tartunk, hogy ha erre akarok rágyúrni, akkor meg a másikból veszek el, ugye, hogy pontosabb legyen. De ha meg abból elveszek, akkor még játszhatatlanabb, tehát akkor... Ja. Döntsd el, hogy akkor most hogy nem akarsz vele jól játszani. Mindegy, itt szerintem egyébként az volt a pont, hogy bejöttem, ide nem kellett volna bejönni. És akkor jobb lett volna. De lehet, hogy azzal kéne egyébként kipróbálni. Lehet, hogy az jót tenne neki. Nem tudom, lehet, hogy majd kipróbálom. Mert így se valami pontos. Nye. Nem tudnak fordulni az emberek. Az, hogy én nem tudok fordulni, az addig oké. Ez a lassú szarra. De ők nem is nagyon akartak fordulni. És oda forgalmi dugó van itt, kérem szépen. Talán a T-28 protot lehagyom? Hm? Mi a véleményetek? Meg tudom előzni? Talán. Hú, épp hogy, talán lehagyom. Úristen! Az egyik leglassabb tankot talán lehagyom. El se hiszem. Micsoda dolgok vannak itt, kérem szépen. Na, most kivételesen, hogy mindenki oda megy, akkor én most ide fogok jönni. Nem szeretek ide jönni, de most ide jövünk, mert akkor ott már túl sokan lennénk. Volt egy ilyen esetünk. Most nézem, tehát hogy 10-es hevink egyik már így rip. Na már döfi. Na, és akkor nagyjából most pozícióba is érünk majd lassan. Bár azok nem jöttek föl, szóval még előrébb kell mennem, hogyha akarok lőni is bármit.
Ennyi a Gundap? Ez nem tudok ránézni, bazdmeg. Most már csak azért is, hogy legyen egy izé láncolásom. De senki nem lövi meg ilyenkor. Természetesen. Kell a damage. Nem akar valaki rálőni? Vagy nem? Pihisztek? Úristen, el se hiszem, valamit kilőttem. Fusa szerintem nem is ide nézett. Wow! Az hogy? Hogy lőttél ilyen lazán? És nem, tehát senki nem néz ki. Kinézett a ficsúr, a fos az nem ide figyel, a burkesz meg ugye... tölt. De legalább nézett volna ki. Mármint, hogy így ijesztegetésből vagy valami. Na mindegy, én voltam a fasz, nem néztem, hogy a burkesz tölt. De töltött. Ezek meg mindig nem mentek át. Full HP, és ott állnak. Oké. Két full HP, és most indult csak meg, miután meghaltam. Nem baj, egyébként jó, meglőttük annyit, amennyi kellett, úgyhogy... Mármint lehetett volna többet is lőni, de... igazából... emelkedett a dolog, úgyhogy fasza. Oda nézzél, a full HP sok lőttek. Ha izét akarom menni, ezt a fost akartam menni, ez mit csinál. Esenyővel tartja vissza. Jó, mondjuk így érthető, hogy nem figyelt arra a részre. De szerintem itt hárman nem voltak eddig. Ezek most jöttek ide. Itt a fő probléma az, hogy a full HP-sok még mindig nem mentek át. Bizony, és a ficsúr megölte őket. Itt ez a probléma. Ez a gyerek, meg ez a gyerek. Ez a két gyerek, hogy nem mentek előrébb. Még mindig. Tehát még mindig sidescreepelget, meg ilyesmi. Erre nincs idő. Elbuktuk a meccset. És ott a leopárd, és így... ez se reagálja. Most talán oda sikerül? Ügyes vagy. Hűha! Az a baj, hogy top tier heavy-eink meg így... a tankjaink így eléggé otvarok. Ilyesetünk már az első pillanatban meghalt. ST1 meg IS-3-mal az két izé. Banánfalvi. Hát ez ennyi volt. Kránvágen küzd még itt az életér. Nagy nehezen. Ó, csóri, hogy mellé lőtt. Na, ez jó volt. Pam-pa-pam-pa-pam. Ja, a kránvágán sebzett. Meg a csé, azt ennyi. ST1-nyi, 865-öt sebzett. IS-3 a 1100. Érdekes, 1100-al így alám teszi. Tehát a csé 4300-ra nem kapott volna annyi XP-t, hogy megelőzze az IS-3-at. Ez nekem olyan furcsa.
Egy viszont biztos, ezzel a tankkal kurva jól jön amúgy a pénz. Tehát a kredit az egész tűrhető eljön vele. Mármint, hogy így. Lehet, hogy csak beképzelem, de nem olyan vészes. Attól még egy kalapfos. Mármint a T-34 Black. Hát ennek sártan a némi ráncfelvarrás. És újra visszajöhetne a használható prémium tank kategóriába. Jót tenne neki. Szerintem. Reméljük, hogy egyszer sorra kerül majd. Én örülnék neki. Mert amúgy szimpatikus tank lenne. Ha egy picit az ágyját rendbe szednék. Mondom, azon még túltenném magam, hogy lassú. Mert hogyha pontosabb lenne az ágyúja, meg ilyenek, akkor rá lehetne feküdni arra, hogy a tank gyorsabb legyen, meg gyorsabban forogjon, meg hasonló dolgok. Csak hát... Az a baj, nem ezen a téren a problémás a tank, hanem még sok minden más téren. Esélytelen, ha nem vagy beszűkülve. Elszomorodok. Elszomorodok 2.0. Koma, Progetto, meg kéne fejezni! Ah, száradjon ki a lelked közepének töve. Ne! Kap be. Ezek milyen kedvesek, hogy ott állnak és így nézik. Nem? Tehát, hogy így... De egyébként ez lesz ma végig, hogy ilyen csapatokat kapok, akik nem képesek nyerni. De hogy így nem is akarnak nyerni. Semmilyen formában. Csak azért, mert akkor így kilépek. Vagy mi? Szia szünetlen! Desert új rekordja, 10 percig bírta. Rabák, szia Desert! Húsz percig volt itt? Igen? Ja, jó. Az már akkor
teljes mértékben egy óriási teljesítmény volt. Micsoda gameplay volt, ezt kérem szépen. Hát Cineter, az addig oké, csak ezt orvos mondja ki. Ja, persze, az kamu. Hó voltál te itt? Te én napi szinten 10-20 percekkel, hogy szedsz ennyit össze? Kamu. Csalsz! Desert, csalsz. Botoltatsz itt. Az buktad, nem is követsz, kiderült. Haha! Haha! Hát, hajrá Szinete, reméljük, hogy kiderül. Hogy mióta követsz, azt akar, hát rámész a nevedre és kiírja. Fiók létrehozva 2019. október 18 és 27. október 27-e óta követsz. Rá pár napra. Szóval mondhatni, hogy rám fügtél. De csak a hagyom. Nem igaz? Hát én látom. Hogy mikor regisztráltál, meg mikor követtél be. Nem-e? Hát ilyen 10-20 perceket itt vagy, annyi alatt pont kielégülsz, azt mész tovább. Ilyen vagy te. Már rájöttem. Én csak arra vagyok jó. Csak a testem kell. Utána már beszélgetni se akarsz, meg ilyenek. Az érzelmeim már nem érdekelnek. Isten áldjon, Desert. Isten áldjon. Vagy amiben hiszel. Penetration. Szóval reméljük kiderül Szinetet, hogy akkor mi a probléma. Hát az a jó, hogyha ilyesmi, akkor igazából gyógyszerekkel meg lehet oldani a dolgot. Reméljük kiderül. Kukili, mukili, nézzen ki valaki. Ez probléma. Előrébb kell mennem, hogy spotoljak.
Így, de mellé lőttem. És itt hagytak egyedül, Getsz. Csinálsz színetek, kutyák, kasmárolsz? Hogy de perverz vagy. De jó lett volna, eltalálom. De jó lenne, ezek jönnének segíteni. Ajj, miért nem pontos ez a tank? Annyira gáz. Fenél. Szóval mi van? Szerinted kutyákkal smacizik, vagy micsoda? Ez elég undi. De miért nem találod el? Ez teljes undiseny. Micsoda kör. Levi Karda, hello, hello. Ez egy undi kör van. Ja, azoktól el lehet kapni ilyesmi dolgokat. Úgyhogy... Úgyhogy az nem egy utolsó dolog, hogyha azt úgy elengeded. Ha elengedi Kend a kutyos macit. Úristen, velem van kukuvas. Tudni nyerünk. Itt az ideje rolloutolni. Hát, vérnyomás az nem fájdalmas, ha méri. Éjszaka csak nem kelsz fel rá. Ha bealszol. Nekünk miért nincs lightunk itt ezen a részen? Megy a ding ding dong, és miért nem látom a szomuát? Miért nem látom a szomuát, és hol a büdös bubánatban vannak a lightjaink?
Már megint mindenki csal. Ezt is tuti Desert intézi. Azért megy ilyenkor el. Most is hol lőtt be, amikor már ennyire bent voltam? Értem. Ott áll egy light abban a bokorban, amiben én szoktam állni. Faszt, ott áll lenn. Bár szerintem ő nem kellett volna, hogy lásson. Hogy őszinte legyek. Nem ő lát, az fix, hogy valaki van ott. Az udesse. Szerintem ott. Szerintem ott van valaki. Ja faszt, az bár nem arra akartam jelölni, ide akartam jelölni. Már azt mondjuk ott meg kéne már látni, nem? Ja, nem volt ott senki, wow. Nem, ennek a tanknak nem való semmi. Én már rájöttem. Lassú, pontatlan, ha eltalál valamit, akkor tudti, hogy 400 alatt sebez. Nagy nehezen, ha eltalál valamit. Nem lehet vele tartani egy normális, vagy be kell vele kempelni. Játszni a kemper TD-t. Ezt az opciót látom. Hogy jelenleg ezt lehet vele játszani. Bekempelsz. Nem mozdul szinte. És TD-zel. Csak ez kurva izgalmas. Ja, és akkor úgy TD-zzel ugye, hogy hát nagy valószínűséggel nem találsz el semmit. Tehát most cserébe itt a Renegade, ki az a hülye, aki T-34-et venne mondjuk Renegade helyett. Tehát egy így, nekem ez a fő problémám ilyenkor, hogy behozzak ilyen tankokat, vagy ott akár a Patriot. Tehát mindegyik fényévekkel jobb, mint a T-34. Miért nem hozzák egy picit hasonló szintre? Tehát most nekik az a céljuk, hogy ne vegyenek belőle, mert ha megcsinálnák, felbuffanak, többet eladnának belőle, nem? Tehát, hogy így... Ugyanez a helyzet az IS-6-tal, stb. Tehát, hogy ezeket így mind van probléma az ilyen tankokkal. Kicsit finom hangolni kéne, hogy a mai metába is megtalálja az ember a helyét vele. Sokkal többet eladnának belőlük. Aki meg már megvette, az meg örülne neki, mert újra használhatná őket. Mert lenne értelme. Bár a Wargaminget nézzük, valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy benn hagyjuk, ha valamelyik hülye megveszi, megveszi. De hogy hozzányúlni nem kell, az nem emészt föl pénzt. Én ide már be se férek. Én már be se férek a buliba. Inkább elmegyek arra. Hát, garázsba porosodás való neki. Mondjuk a kreditet attól még egész tűretően hozza. Csak...
Olyan jó lenne, ha lehetne vele rendesen sebezni. Mondom, lehet, hogy van, aki jól tud vele játszani. Én rohadtul nem érzem, hogy hogy kéne vele. Mondom, valószínűleg kempelni kéne vele. Most, hogy lettünk itt is ennyien? Most az előbb még itt állt mindenki, most már ott alig vagyunk. Aha. Indexeltem, nem láttad? Nem látta. Mai napom, hello, hello. Ó, várjál, mert olvasom a csetet. El egyéb bunkor T55-a. Úgyis egyedül maradtam, az nem jó. DPM-be jobb a gyerek. Minek a gold? Aha, jó. Csal a gyerek. Minek a gold? Na jó, gyerek, akkor játsszak. De minek a gold? Ezt csak itt tanultad? Itt tanultad, Koma? Hogy így kell használni egy tankot? Nem bír 5-öt sebezni. Plusz 5-öt sebezni. És csak ennyi. Mi a fasztak a gold abba a tankba? Erre a tírre. Csak úgy kérdezem. Olyan volt bazd meg ez a T55, amit egy kobra. Nagyon kígyó volt, nagyon kígyó. Úgy sisergett, mint senki más. Azért az object az ott fájdalmas lehet még, nem? Szerintetek ez az object is sistereg? Hogy meglátott. Uj, uj, uj! Kit rákodj! Az dögöljön, ha leugrik. Lement bazd meg úgy, hogy semmi paja nem lett. Ha hogy lehet valaki ennyire undi? Oda se látok. Hazudtam, majd kiszpatoltak. Oda kéne mennem spotolni. Vagy megy az E50. Ott át lehet lőni, vagy nem? Nem tudom, az előbbé láttam, hogy mozogott. Látod, mozog. Mégse lehet átlőni. Hát szerintem ez csalás. Valaki idelőtt. Mi van? Azt nem, jó, hogy azt nem látta az E50, aha, értem. Oké. Oké. Értem. Tehát az E50 ott állt, ő nem látott oda a panterát. Oké. Bütös bukkók vagytok, bitte. La 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 la. Picsoda, tök jó. Tök jóság van.
Undi, bundi. Az baj, hogy én már most tudom a botot. Mármint, hogy így már. Elég hamar megunom mostanában a játékot. Egyre kevésbé ízi. Most is, hogy tök jó, hogy maraton lesz, de olyan szinten nem érdekel, még ha időm lenne, rá se érdekelne. Valahogy így kipukkant a lufi mostanában. Persze, az desert egyből itt lenne. Akkor nem, izé, nem 20 percre maradna. Egy jó kis spot. Hát nem lesz jó kis spot. Ja, tele lenne izé. A jacuzzi tele lenne izéval, apróval, mint a szökőkúr, baszki. Most mi látott meg? Most így komolyan kérdezem, tehát hogy így... Mi? Adta Mauni. Csalásos lövés volt, de beadta. Enemy armor is hit. Kurta farkuk is malac. De ne már, most kisedéztem, ha? Csalol. Hát ezt elbasztam, mert elakadtam. Lőjjél rá, Pantera! Menjél vissza! Mindegyik goldozik, bassz, mert mi a basznak goldoztak? De miért goldozik mindenki tier 8-ba? Amúgy ezt elmondja nekem valaki? De mi a búbánatos lófaszért goldozik mindenki? Amint hogy... Tehát minek? Erre a tankra meg aztán pláne nem kell gold. Mert mi a búbánatos lófüttyér kéne gold? Át lehet simán ütni. Gondolkodás nélkül még tírhat is átüti. Mibe, hogy ez a köcsök kancsó még mindig ott van.
És megint nincs HP-m, se sebzésem, se semmi se. Nagyon, nagyon csirkegyász ez a izé. Ez a tankocska. Mégis miről? Az oldaláról? Panther 2 oldaláról? 248? Igen? Ó, bocs már. Hát én azt gondoltam, hogy ez egy tank. Na most kiderült be az meg, hogy egy kalapfos. Érdekes, hogy nem nagyon mernek fölnézni. Senki nem fog spotolni. A csé az megy spotolni, csak innen nem fogok rálátni. Jó nagy kerülőt tesz a csé. Nem akartok spotol? És nem akartok? Izé nem spotol. Ott a light. Nice. Csi a szava? Jaj, csi meghalt. Azt mondta cső. Cső. Én lelépek. Azt mondta cságenyákok. Hát ez nagyon izgalmas mérkőzés. Izgultak mi? Én is izgulok. Nagyon. Izgalomba gyűjtöm. Nem tudom, de én valahogy úgy gondolom, hogy itt próbál meg valamelyik beosonni. Valahogy úgy kéne állnom, hogy be tudjam menni fedezékbe, ha kell, mármint az alattik elől. Panther elment odáig és nem spotolódott. Ezt a vézét én nem is látom. Öcsém, ez a forgási sebesség is. De jó, hogy eljöttem onnan. Csoda szép arcotok, hogy rohadna le. Aj, faszom. Gyilkosság a hello.
Ő is kiment, bazd meg megdögleni. Arra meg nem látok rá. Hát, gyerekek. Ez szopoládé. Át kell mennem oda. Hát a rövésekkel várhatnának, ameddig spot lesz, nem? Hát, bazd meg, itt egy darab bokor nincs. Vigyelj oda a klikker, vigyelj oda a klikker, vigyelj oda a klikker, ulululululu. Meg fogok dögleni, meg fogok dögleni. Jöjjön rá valaki. Nem igaz, két arci nem tud egy vézét ki... De ki tud, nagy nehezen, jól van. Oké, és most megdöglik mindenki. Jó volt! Tehát engem előbb kilőtt az enemy arti, mint a két darab artink azt a vézét, aki már mikor föl volt spotolva. Mert nem oda volt a fókuszálva. Vagy én nem tudom, töltöttek, mert lövöldöztek blindba. Nem kellett volna lőni blindba szerintem. De hát mindegy. Minőségi foskör volt. Én nem csináltam, én úgy éreztem, hogy én csináltam a legkevesebbet a meccsbe, és így ezek szerint volt, aki még annál is kevesebbet csinált. Jó tudni, amúgy. Úristen, dőlnek a dollármilliárdok. Pa-pa-pa-pa-ra-pa-ram. Azért illene azt a 65%-ot elérni. Erre úgy érzem. Mondjuk nem kell egy túl nagy iző. Meglőni az egy gunmarkot, meg a kettőt, meg a hármat sem amúgy. Csak annyira szeszélyes ez a tank, hogy... hogy nekem nehéz. Mikey, hát itt sincs Mikey azóta.
Szóval nem hiszem, hogy bármit kiderült, tehát hogy így... Ma itt se volt még a streambe. Úgyhogy nem tudom. Hogy próbálta-e vagy sem. Majd ha jön esetleg meg kell kérdezni. Nem tudom, én sem beszéltem vele, akkor jöttem, mikor streameltem a géphez szóval. Nekem nem üzent. Hát gondolom majd ha ráér, akkor foglalkozik vele, most gondolom van más dolga. Ennyi. Volt a 8-8 valahol, az azért annyira csak nem tud elfutni, bár előlem még az is elfut. Szerintem. És nem gurult tovább. Megállt egy helybe ott. Nem valamit lehet, és 3-26. Ezt mondom nektek, hogy 400 fölött olyan kibaszott izé, ritkán lő ez a fostank. Most tudom, hogy mit gondoltam. Négy 26, csoda. Hezitáltam. Meg is lett az ára. Na, valaki villant valamit? Szerintem egyébként a burkesz ott állhat valahol. És mellé lő, bazd meg. Fostaliga ez a tank, én mondom, gyerekek. Ő más, mindenki más meg ellövi. Tehát a seggéről lepattan a 248, tehát ja, ha valaki azt mondja erre, hogy ez normális dolog, akkor... És nem lehet azt mondani, hogy nem vártam ki. Nem vártam eleget. És más láncolta. De jó, én meg a spotból ennyit kapok, nézzétek meg. Ezt már light fogja kapni a sport damage-öt. Látjátok? Kapok belőle, de csak a felét. Fantasztikus. Száni! Varga Jani, hello!
Óriási körök voltak ezek, óriási körök. Nap fénypontja GSO-nak a hátuljáról lepattanni. Fenomenális. Mondom, egyszerűen ezt a tankot, hogy beállítják, hogy egy óriási, nagyon durva, komoly ágyúja van, mert hogy hú, mekkora átütése van, aztán közben meg egy kalapfos. Sajnos. Szandokánul, hello, hello. Kalapkaka. Lehet. Szünetel, az is lehet. Maciek Bandit PL. Hűha. Turul Attila, na ezt meglátná Mikey? Uhú. Na mi van ma? Ja, az Maci, igen, az Maci, jól látom. Maci is van. Hú, de jó. Zseniálisan jó. Szia, Kempacsi! Másodtisztemnek a kibontakozásához? Mármint, hogy fejlődött valamelyik legénységi tagom, arra gondolsz? Nem néztem. Lehet. Őszinte legyek, baromira nem néztem. Bár kétlem, hogy fejlődött volna ennyi idő alatt, de lehet. Mert mi történt? Volt valaki, aki csúnyán beszéd? Szép a beszéde? Ki volt az, akinek olyan csúnya beszéde volt és nem tetszett? Milyen jó, hogy nincs arti. Wow. Három ötven kettő. Mind-mind kicsi sebzés. Mennyi az esélyre, hogy ott bármit ellövök a tetőn? Mennyi az esélyre, hogy bármilyen el is találom? Ő meg oda néz a pöh, ezt így el is találni. Kemény. Kemény világban vagyunk. Kemény az élet. Ő meg simán átjött. Hát, igen. Honnan nem akartok belelőni? Nem tudom ott átütni.
Nem akarja előni magát. Hát akkor jó. Hát a klánom rendes neve az az én nevemet is tartalmazza, úgyhogy... De alul teljes mértékben látod itt is a streambe, szóval nem tudom. Egy, ez kettő, meg hogy most ha valaki a klánon belül hogy beszél, az nem hiszem, hogy az én saram, mert hozzám bárki beléphetett, aki néző. De mondom, tehát küld el, hogy mit írt, és akkor szólok neki, hogy máskor vegyen vissza. Bár nálunk ilyesmi nincs úgy igazából, mert mi community klán vagyunk, szóval benne van bárki, aki néző. Szóval ezt így igazából nem értem, de ezért mondom, hogy írd le a nevét, hogy ki ő. Vagy ilyesmi. Mert igazából bele lehet ebbe menni igazából, csak én nem szoktam, mert rengeteg más magyar klán ugyanezt csinálja. Nevesebb klánokból is, hogy elküldenek a faszba. Úgyhogy azért mondom, írd le nyugodtan, és akkor kiderül, hogy ki volt. Ott a klán neve. Tessék. Csak akkor mellékeld is hozzá, hogy mit írt, mert érdekelne. Én nem tudom, tehát én nem írok a csetre alapból. Nálam ki is van kapcsolva, úgyhogy ha valaki ilyet ír, most igazából én nem vállalom, tehát hogy most valaki, tehát nem vállalom a felelősséget, mert itt, ha valaki úgy érzi, tehát az a saját magát becsméreli ezzel, vagy hogy mondjam, értitek? Tehát most az, hogy valaki ilyen, én is anyázok, csak én szóba. Szóval, ja. Ha valaki így kommunikál, és ilyet ír neked, azért mondom, szóljál, aztán szólok az illetőnek, hogy nyugizzon azért le egy picit. Ennyit tudok tenni. Én nem tudom, én ezért kapcsolom ki a csetet, meg ilyesmi, hogy sebb értelme. Pontosan emiatt. Ja, bubbánat értelme van. Mármint, hogy... Jó, persze, ha valaki akarna nekem köszönni, ugye akkor nem látom, de én ezt mindig el is mondom. Tehát ha valaki akar köszönni játékon belül, és nem köszönök vissza, vagy valaki köszön, és nem köszönök például vissza, az azért van. De konkrétan... Jó, nyugodj már, meskoda, nyugodj meg. De konkrétan utána úgy is írja az illető, hogy ott voltam meccsbe, ott voltunk együtt, stb. Nem hiszem, hogy nagyon kell. Most nem azért, hogy most kifogásokat keressek, csak úgy összességében így... De a játékban sem értem a csatnak. Amúgy szerintem. Nem tudom, hát azért kérem a nevét, hogy ki volt. Mert még mindig nem tudom, hogy ki volt. Nem fogom bántani meg ilyesmi, én nem szokásom. Csak kíváncsi vagyok, hogy ki az. Mert a klánból jelenleg én vagyok fönn. És így nagyjából ennyit. Tehát a klánomból jelenleg kurvára inaktivitás van. Szóval akkor vagy Szineter lehetett, vagy Bence. Vagy Csabi. Ők, akik játszanak mostanában. Ezért kérdezem, mert meg én játszok, de én nem. Én nem írogatok, mert semmi értelme. Ezen kívül nem nagyon van fönn senki olyan, aki belépett.
Ojj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 j
Jön a Derek. De most személyzeti vagy másodtiszt nálunk a rangok sincsenek. Tehát, hogy név alapján bárki lehet. Vagy most így nem értem. Tehát, hogy ilyen tiszt meg olyan tiszt nálunk, ezek a rangok is. Egyedül akkor osztottam ki rangot, amikor akartak játszani izzét. SH-t nélkülem. Abból, aki kapott rangot, abból egy már nincs a klánba, kettő... Azt hiszem az talán Csabi, a harmadik pedig sajnos elhunyt a harmadik ember, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom. Ki vannak osztva a rang? Én nem tudom, tehát én senkinek úgy külön... Tehát így rang szerint én nem tudom, ki milyen rangban van. Szóval ezért nevet kérnék, de hát még mindig nincs név, szóval... Hát az Csabi, Csaptelep, a Medvelin, ő Csabi. BG Máté, ő Csaptelep, Mikey meg Mikey, de Mikey nem játszik már hetek óta. Úgyhogy nem tudom, de hát így, hogy a nevét se tudod igazából, így akkor nehéz bármit is kitalálni ebből. Azt hittem, hogy konkrétan tudod, hogy ki volt. Simán elő. Imádom bazzeg, hogy hollog már ki ennyire nekem az alvázam. Szerintetek. Tehát hol volt ki ennyire az alvázam? És akkor még az a kérdésem a továbbiakban az, hogy hogyan látott rá az alvázamra ennyire? Mindegy, most nem tudtam figyelni a játékra. Egy grammot sem. Szóval nem tudom, egyáltalán mikor volt a mai nap folyamán? Vagy mikor? Tehát, hogy így, és nekem ez így nem igazán tiszt, hogy ilyen tiszt, meg olyan tiszt. Én őszintén megmondom, kurvára nem vagyok tisztában azzal, hogy ki milyen tisztségben van. Én egyszer osztottam rangokat, Mikey kapott rangot, meg Csabi, hogy tudjon behívni embereket, meg talán Szineter, és akkor ezen kívül még kapott egy-két ember. Hogy tudjanak berakni ízét, bombázást, meg ilyenek. Ezen kívül én semmit nem állítottam. Hát azt tudom, Szineten. Azért nem tudom, azért kérdezem, ezen kívül szerintem még Bencének sincs rangja ilyesmire. Szerintem. Úgyhogy vagy én, vagy Csabi, vagy Bence lenne, de akkor meg itt van mind a kettő, meg lehet vele beszélni a problémát, hogy mi volt ez. Csak érdekes, hogy tehát a nevét se tudod, meg hogy az se biztos, hogy a mi klánunkban volt az illető. Nem tudom. Csabit nem tudom elképzelni, Bence szokott izé szerint. Már szerintem Csabi, vagy Bence se szokott iragatni. Ő csak anyázik szóba általában. Nem tudom. Pénteket? Azt tudom, mi volt pénteken. Nem tudom, pénteken én egyedül játszottam, azt tudom. Egyáltalán votoztam. Lehet, hogy én voltam. Titokba játszok, akkor feloldom a csetet és mindenkit elküldök az anyjába. Ez a sötét énem. Ez most nagyon fájni fog itt. Az egy gormentes, se szoktál fönt lenni. Én nem nagyon szoktalak látni játszani. Meg nem hiszem, hogy te nem vagy olyan, hogy neki állsz irogatni. Szerintem.
Én meg már direkt azért tiltottam le a csetet, hogy ne írogassak. Már leszoktam róla. Elég, hogy így is felkúr a játék, nem elég. Vagy nem kell nekem még, hogy írogassak is. Hogy az is felkúrjon. Hát ide igen, de akkor se szoktál káromkodni. Buggyelnák. De miért minden arti engem lő? Mit ártottam? Kapta. Ha mindegy, kifotózhattad volna nyugodtan, mert így igazából mondasz egy nevet, aztán és nem akarom mondani, hogy kamuzol vagy valami, érted, de tehát ilyen probléma van, fotóz ki nyugodtan, aztán itt meg lehet keresni az illetőt, aztán meg lehet vele beszélni. Lehet egy hirtelen felindulás, tudod, aztán nem tudja, hogy ki vagy, ilyesmi. Van, amikor én ezért tiltottam le egyébként a csetet, hogy még... Tehát én lusta vagyok arra, hogy visszakapcsoljam, hogy egyetlen írjak, mert nem éri meg annyira se. De van, amikor nálam is elgurult a gyógyszer régen, és irogattam, mint az őrült. Bár én mondjuk angolul irogattam, de... Az mindenkivel előfordul. Azért mondom, hogy itt meg lehetne beszélni, ha tudná az ember, hogy kicsoda. Ugye. Mert így lehet, hogy most szóvá hozom, vagy szóvá teszem, azt nem is tudja, miről van szó. Mert ugye nincs meg, hogy ki. Medverin volt, igen. És akkor küld már Discordon nekem, hogy mit írt. Hogy mit írogatott fotószkilét, és akkor... Ha jön Csabi, akkor lehet is vele beszélni. Akkor így meg tudod neki mutatni, hogy mi volt, és akkor tudjuk, hogy tudja ő is, hogy miről van szó. A puftolvaj lebukott. Na hát azért mondom, itt meg lehet beszélni vele. De hogy őszinte legyek, én nem tudok vele mit csinálni. Mármint, hogy most én mondjam neki, hogy Dínom, Dánom. Azért mondom azt, hogy simán beszéljétek meg. Most bunkó? Melyik bunkó lő engem? Nézd már meg a pudlit. Jó, azért mondom, fotózz ki. Bár nekem nem feltétlen kell ízni, csak hogy neki meg tud mutatni, hogy mi volt, aztán beszéljétek meg. Szerintem simán meg lehet beszélni, nincs ebben semmi ízé. Csabi az pont olyan szerintem, aki ténylegesen, hogyha fölkúrja magát, akkor ír ilyet. Na én ezért mondom mindig ilyenkor, hogy nem kell írogatni a csetre, mert tök fölösleges. Két perc szóval már is felejti az ember, hogy ki volt az, meg mi volt az, aki fölkúrta ebbe a játékban, meg aztán pláne. Na mindegy, majd szólok neki azért. Én nem tudom, mondom, tehát, hogy így, hogy nem látom, mit írt, stb. Azért mondom majd, ha jön, akkor szólunk neki. Aztán megbeszélitek, ha akarjátok, ha nem, akkor meg mindenki tovább lép. Nem hiszem, hogy ez akkora óriási probléma szerintem, hogy valaki izé, az, hogy most hogy így megnyilvánult. Tehát klán az olyan szinten nem aktív már, hogy meg nem is volt ez feltétel soha, hogy most mindenki fogja vissza magát. Sorry, hogy ilyen van. Mondom, annyit tudok mondani az én részemről, hogy szólok neki, hogy
okosabban egy kicsit, azt ennyi. Nem hiszem, hogy ebből akkor a sértődés lesz szerintem részedről se, kedves Szantokán, nem? Tehát, hogy így... nem hinném, hogy olyan vagy, aki annyira nagyon magára veszi. Sorry, hogy van ilyen, de szerintem ez nem egyedi eset már, mint hogy... Tehát most kiindulva abból, hogy én is más magyar klánoktól miket kaptam régen. Ja, szóval... Ha többszöri eset van ilyen, hogy izé, akkor oké, okay, akkor aláírom, hogy akkor beszélni kell az illetővel, hogy vegyen vissza. De... Mondom, megemlítem neki, aztán ennyi. Most jövök ezután a fasz után, mert nem tudtam elfordulni. Nagyon jó. De minek jövök utána, azt nem tudom. Hát én ezért mondom, hogy én ezért is tiltottam le a csatát. Engem nem is érdekelne ez a része. Nem csak a magyar része, hanem úgy unblock a votos közösségnek a szövegelése oldalt nem érdekel. Ezt tudom ajánlani egyébként mindenkinek, meg szoktam is ajánlani csomó mindenkinek, hogy tiltsátok le a faszba, mert tényleg érdemi információt nem fogtok kapni. 100-ból egy meccs, ahol valaki ad valami értelmes információt, hogy mit tudom én, hogy ennyi HP-n van valaki, vagy stb. Szóval így. De szerintem már azzal is sokat mondok, hogy van ilyen. Amúgy meg mindig csak az anyázás megy meg, hogy már vesztettünk, meg hasonló dolgok, meg értelmetlen klingon nyelvek. Persze mindenkinek a saját döntése, csak nem tudom, nekem azóta sokkal jobb az életem ezen része, mióta letiltottam a csetet. Én se baszom föl magam annyira azon, amit írogatnak. Előrébb kéne menni, de az a teki az annyira, meg a két tartja, azt tudja, hogy engem fog megpróbálni megrakni. És én leszek a rakott T-34. És az fúj. Na, keresztben meglát szerintetek meg? Hát, Hát azért mondom, mert most így ugye mondott, hogy gratulálok a megnyilvánulásért, tehát én nem is tudom, hogy tehát ezért még mindig nem tudom, mit írt. Szóval ezért így inkább azt tudom tanácsolni ilyenkor, írj rá nyugodtan az illetőre. Mert... Mert szerintem, hogyha ráírsz és megmondod, hogy izé, mi a szituáció, biztos vagyok benne, hogy másképp gondolja, és akkor meg is, akármi meg is lehet beszélni. Mert én így külsősként, hogy azt se tudom, miről van szó, így tényleg nehéz ítélkezni. Pláne, hogy tehát ez nem egy olyan klán, ahol, hogyha így viselkedik valaki, kidobjuk, mert akkor gyakorlatilag egyik klánba se lehetne senki, mert ja, szóval értitek? Tehát, hogy ez így jellemző a magyar klánokra is, ez a viselkedés. Én is szoktam kiakadni, én is szoktam így viselkedni. Csak én itt kimondom, ugye, és nem írogatok a chatra. Na jó, így viszont nem fogok tudni figyelni a játékra, úgyhogy ejtsük a témát. Jó, bárkinek bármilyen gondja van, beszéltek meg az illetővel, és akkor nem lesz ebből probléma. De ha valaki nagyon köcsög, mit tudom én, akkor nyugodtan meg. De meg egy Discordon megtaláltak, ott nyugodtan írjatok rám, küldjetek fotót, és akkor szólok az illetőnek, hogy vegyen vissza.
az arcából, aztán ennyi, mert ennyit tudok tenni. Jó, bármilyen probléma van klánból, de mondom, olyan kevesen vagyunk fönn, hogy ez szerintem Csabinál is egy ilyen kis elpattanás volt az agyába. Ennyi. De mondom, szerintem úgyis jönni fog, meg lehet simán beszélni. Szerintem zokszó nélkül elismeri, hogy fölkapta a vizet. Csabi nem egy agresszív fajta. Csak ha fölkúrja a játék őt is, mint ahogy engem vagy bárki más. Jaj! Azért mondom, még nem meglepődtem még azon, és azt hittem, hogy Bencéről előbb elképzeltem volna. Csak ő is inkább már leszokott arról, hogy ilyen. Mindig mondom neki, hogy ne írogasson, teljesen fölösleges, de ő szerintem nem is írogatott, inkább csak ő is szóba rage-et. Azért furcsa nekem, hogy Csabira meg nem is jellemző. Azaz. Gajnon. A fiatalember biztos szellemeket látott. Ha meg Mike lett volna, azon megselepődött, de Mike is szokott írni. Mike az mindenkit elküld a picsába. Szimplán azért, mert magyar. Szóval azon meg nem tudok mit kezdeni. Nem kell ahhoz még megszólalnia se senkinek. Ő mindenkit elküld a picsába. Ha más nem gondolatban. Szóval... Vele nem tudnék mit kezdeni. Például. Na, vajon lesz itt spot? Szerintetek bármilyen is? Nem nagyon bár... Az már szikla volt. Szikla a köbön. Julóvágenbe vágom magam. Nem látott meg? Hétezik. És én ezt az ágyút tartottam pontatlannak, amelyet én nem játszottam aktívan a T-34-gyel. Elment a Panther. Hát ez fájt. Bár nem tudom, hogy spotolódtam, de valószínűleg szemből. Ott nem a light spotolt ki. Többiek nem jönnek. Ennyi HP van, már nem biztos, hogy megindulnék. Új. Na jó. Max majd beglünk. De mi? Na jó, figyelj, Skoda. Hát de nem vagyok spoton. Vagy végig spot... Na, de nincs hatodik érzékjelzés.
Mi a bubánatos lófügy volt ez? Kérem szépen. Nincs hatodik érzékjel? Na jó, csalás. Itt csalási történések történtek. A kutya fülít. Gacsa volt. Nincs neki gacsája. Uhú! Az ott fájás. Most azon gondolkozom, hogy látnak, vagy nem látnak, vagy mi. Szerintem látnak, csak nem foglalkoznak velem. Jelentéktelen vagyok. Én nem megyek előrébb. Én fosok. Az a gyerek meg nem jön? Leopárd? Hello? Nem akarsz jönni? Gyere már segíteni léci. Legyél már gekko. Na jó, megyünk akkor spotolni. Ne! Nem láttak meg. Nem láttak meg. Az a baj, nincs már support. Elvitte a cica. Szút ki kéne pöckölni innen. Vagy mit is út. De valami lehet, hogy már nincs itt. Tudod, de félek. És nem látnak meg. Ez viszont kurva jó. Haha! Tehát miért nem jelez a hatodik érzék? Ez már második alkalom, hogy nem jelzett a hatodik érzék, hogy megláttak. Tehát kérdem én, tehát ha folyamatosan láttak, akkor miért nem lőttek el eddig? Ha meg nem láttak, akkor meg hogy lát? Szóval értitek, tehát hogy így nem volt hatodik érzékjelzés kétszer is, és úgy lőttek el. De az elsőt még megértem, de itt szimplán blind lövés. Azért az így egy eléggé pontos blind lövés volt, szerintem, mert állhattam volna simán a szikla mögött is. Hát ez furcsa volt. Szia tipcső! Pedig ez egyébként egy egész jó kör lett. Csak hát tök jó, mert a full HP-s Leopard, a full HP-s VZ, a full HP-s T-44, a majdnem full HP-s Pantera, a full HP-s 53 TP, a full HP-s Teknős, a full HP-s Leopard PTA még egyszer, én, a full HP-s VZ megint, szóval így miért nem történik semmi? Szerintem itt csalafintaság van. Ki volt az udes? Valami klingon volt.
Bezzeg, ebből megy a klip. Amikor meg ellövök egy jót, akkor meg nincs. Szégyeld el magad. Én nem értem, low HP és szinte mindenki az enemibe. Mármint ezen a részen fix. És így nem mernek megindulni. Egyébként főleg a leopárdot nem értem őt. Annyira izgi, ennek kíváncsi vagyok a végére. Hogy full HP-s tankok miért nem mennek rámenni a nem full HP-s tankokra. Ennyire passzív embereket? Nem, én mindig nem értem. És jól hallom, hogy periszkóp van a leopárdon. Jól hallottam? Állj már meg. Periszkóp van rajta, bazdmeg. És akkor én csodálkozok rajta, hogy ő miért kempel, meg miért nem jött előre. Tehát, hogy ő ezzel a tankkal konkrétan TD-t játszik. Tehát, hogy így... A búbánat tegyen már ki. Ha valami legyen már, srácok, könyörgöm. Hát TD-nek is jó szar vagy, leopárd, már nem azért a két fillérér. Búbánatos mestermunka. Most beszólok neki, figyeljetek. Ha megengedi a játék, hogy át... Nézzek ide rá, hogy indulj már meg. Úristen, megsérült a tank, úristen! Meg se fog mozdulni. Én itt a kezdve ez itt meg se fog mozdulni. Na, haj, na! Ez a gyerek fedezett engem. Na, talán? Nem, kizárt dolog. Most talán? Úristen, megindul! Úristen, láttak? Jajaj! Erre spórolt. Amúgy tényleg nem tudom, hogy az UDES hogy dőtt el blindba. Úgyhogy nem volt pontos információjuk, hogy melyik bokorba állok. De mindegy. De igazából, ha ő jön segíteni, akkor ezt meg lehetett volna oldani. Szia, csirkáló! Azt markolhatod. Jó mélyre. Megjött a Mikey is. Na jó van, szia Mikey! Te ott nincs minek alányulni. Mármint, hogy... Mi? Mármint, hogy nem. És ez másodosztály volt csak. Hát baszki, én voltam az első útja, amikor meghaltam. Hagyjatok már kombinált 5000-re. Szíjatok ki. Mármint, hogy nem. Még a boosterek is lejártak.
Vágási. Végülis annyi, hogy a lóvét jó hozza. Ki van még fönn rajtam kívül, ki gondolta volna. Benyomom, mert mindjárt kapom, hogy tegyél babe boostert. Konyha fő, úristen. Az mindig van, vagy mi? Úristen, hova kerültem? Májki, tegyél rendet, konyha főnököt néz mindenki. Undi. Úristen. Még mindig nem tudom, hogy ez micsoda, de annyit tudok, hogy szinte állandóan ezt nézni. Valószínűleg azért, mert kaja van benne. És látod, milyen hosszú? Látod? Látod? Arra nézzél te is, úgy. Arra, ott látod? Ott? Pont ott nézem én is azt ott. Úgy, nézed? Nézed? Ne nézzél más, arra nézzél, úgy. Na, most már nincs ott semmi látnivaló. Eltűnt. Úgy megkupolnak itt minket. De főleg engem. Nézd már, hogy milyen cikcak megy ott. Miért szinte van mit rajongani, érted? Vagy... Jó, belélőttem. Vagy így. Tehát, hogy így. Jó van már, hát azért most jöttem be, még pozícióban előjél már, na. Progetto. Új. Találtam egy kávéötöt. Ennél balfaszabb módon el se találtam volna. Ég az ilyeség. Úr, de sokan vannak itt. Ajaj. Ez miféle varázslat volt ez? Jobb volt, mint az ármányi szelelem, bazd meg. Nézzél már ki, ne legyél más, teci! Na végre! Hát itt meg leszünk kúpolva. Én mondtam, hogy meg leszünk kúpolva. Mondjuk a Defender még bírja. De sokan jönnek itt a fiatalok. Új. Fordulj, te fos! Azt mondja, bum. Ez ilyen jó fotott. Téuszer meg, bum. De hogy? A Rákos megyei köztársasági elnök. Há? Jó, átítottam. Mennyi? Á, kurva, mármint, hogy... Mindenki goldozik ebbe a köcsög játékba. De érted? A T25 meg csak annyit halak, hogy puh, puh,
Tehát engem talál el folyamatosan az egy csecse, mi, mármint, hogy csecsó. Azt hittem csecse. A lapfos az a tank, annyira nincs DPM, hogy hihetetlen. Szegény Defender. De jó volt a support. Tehát a T25/2 az gyakorlatilag folyamatosan engem talált el. Az állást ne nézzétek, az teljesen normális. Az igen. Mostanában én is sokat játszottam ezzel a taligával. Ő se talál el semmit. Mikor veszi ezt az E25-öt? Most. Nem tudom, eddig mióta a spectatorjunk nem talált el. Ja, hazudtam, mert eltalált egyet blindba. Oda néz. Úristen. Lőd már-e? Koma! Az biza, belógatták. Azt hittem nem engedi, hogy átváltsak. És a hős, aki full HP-n leghátul kempel a sarokba. Jocika! Ja nem, Otto men. Bocs. És Jocika úgy döntött hirtelen, hogy nem védekezik és próbál még egyet-kettőt ölni, hanem elindul a vakvilágba. És odaadja magát mindenkinek. Hát jó cikk, ez jó volt. Ez a mérkőzés is egy remek mérkőzés volt. Élvezetes kör volt. Remélem mindenki élvezte. Én nagyon. Oda néz. És mennyit néztük, hogy izzét? Ez a gyerek, ez ennyit lőtt, amit itt láttunk a végén. A többi az csak úgy volt. A csecsó. Istenem, de szar ez a tank. Csepereg az eső, azaz. Vigyel színet a rének tovább. Vagy csak beteszi a klipet, ahol éneklünk. A Nyenyere együttessel. A Nyenyereg az eső című csodálatos klasszikust adtuk elő amúgy kánonba. És ő volt a szoprán. De rég is volt, az már talán igaz sem volt. Nézd meg, öcsém. Tisztám, 7-es.
jó hír, hogy tudják, hogy itt vagyok. Vagy leszpónoltam. Melyik a nyereg az esős időszak szinetet? Hát? Te vagy, aki eltávolodtál a bandától. Nézd oda. Aha, hát igen, azok ott nagyon agresszívan betolják ott. És ha betolják, az fáj. Visszamegyünk egy picit. De hogy ennyire el is dobták, tehát már ott olyan szinten visszafele mennek, hogy... Hát ez így nem lesz túl jó. Ma én vagyok megint a kiválasztott. Na jó, innen viszont ez így nem fog működni. Úgyhogy most vagy bejövünk ebbe a részbe, de innen meg még annyira se fogunk tudni semmit csinálni. Vagy megpróbálnánk visszajönni erre a részre, de annak meg sem értelmét nem látom. Pedig itt lenne jó erre felelőni. Hát igencsak. Hátulról megteli beszpatolnak. Ez se az a kör lesz. Az a baj, a Lorraine nem lát semmit erre. Ugye onnan spotolnak folyamatosan. Öcsém, mire oda beszűkülök. Addigra meghal. Aha. Az ERC prüttyögtető oldalba, pontosabban ugye innen. Hogy bejött ide? Húbaznak az ót, meg áttolják. Jó, ez is egy nagyon jó meccs lett. Meg jó is a csapat. Csak sokkal... Mármint... Hát ez kb. Esélytelen lesz. Mert közben meg úgy tudom eltalálni. Talán annyit tudok csinálni, hogy idejövök és használom az óvó testét. Az, hogy az ERC-től jobban fosok. The radio's hit. We can't raise anyone else. Ready to fire.
Nincs supportom. Ez óriási probléma, hogy ezek a gyerekek semmit nem csinálnak innen. Ja, hát nem tudsz ennyi fele fordulni, tehát neked muszáj ide spotolni. A Sun nem lőtt a Defenderre. Hát a többiek meg, igen. Nem volt ez rossz amúgy. Ez a gyerek egyébként segíthetett volna. Egy csöppet, de hát ez a gyerek ez így el volt magába. De ügyes volt az LC amúgy. Megis hát azt csinált, amit kellett, úgyhogy. Mit linkeltél szünetre? Pont ez. Azt hittem legalább a izét a amikor énekeztjúj a Bon Jovi-tól, melyik a szám címe, az nem jut eszembe. Várjál. Listen to your heart, azaz. Ez sokkal jobb szinettel. Ezt hallgass végig. Érdekes, ezt a klippet senki nem rakta ki a nyenyereg az esőst. A szégyeljétek magatokat, nem is tudjátok, hogy melyik az mi. Azt hittem szinten már rég kipattintja. De nem pattintja ki. Hát ez a T-34 se lesz a kedvencem, továbbra se. Egyébként tényleg egyébként így abszolút magammal baszok ki, hogy mindig olyan tankokat választok, amivel ritkábban játszok így gunmarkozás tekintetében. És hát nem hiába játszok ritkán velük. Így van, Szeretel. Pont úgy. Na mi a helyzet, Mikey, amúgy így, csak így szép csöndbe besúrantál itt. Vakoltál ma is? Na, ez a tank ez nem képes arra, hogy véletlenül eltaláljon valakit menet közben ekkora távolságban. Ez a tank azért van, hogy menet közben egy ekkora hegyet, mint ez így az egész, így ezt eltalálja talán. Nem biztos, megesett, hogy mellélő. Hát jó, csak gondoltam, kreditet is kell farmolni. Érted? Így meg legalább közben kreditet farmolok, ha már gunmarkot nem. Kreditet amúgy egész tűretően hozza. Hát ez szopo-szopo-lá-lá, szopo-szopo-dé-dé, szopo-lá, szopo-dé, szopo-lá-dé. Még a T-44 küzd. Megyek, segítek neki, nehogy már ne. Eridjé innen! 50 TP-n mondjuk jöhetett volna, és onnan hogy fognak följönni? Föl tudnak jönni?
Úgy látom, igen. Nézd már! Átlőtt a hegyen az arta. De köcsög! Mellé lőttem, ha-ha. Ne fuss már, csé! Istenem, se elfut. Igen, Mikey, hát az, akkor azt már elfelejtetted, ott pont az volt a teszt, hogy esőbe is elmész. Akkor lehetett volna látni, hogy elhivatott vagy. Én áldozatos foton vagyok. Nézd már a kis köcsöget. Azt mondta, hogy piú. Na jó. Szerintem itt az összes csal. Ide fog klikkelni a klikker. De a vicc az, hogy ide lőtt, tehát nem is az, hogy ide megpróbált volna a tövébe lőni, vagy valami, nem. Telibe tudta, hogy én hátrafele fogok jönni. De a skorpiont legalább eltaláltam egyszer. Hát de én úgy gondolkodnék főnök esetben, hogy oké, okay, hogy esőben nem jött a betanító. Tehát oda mentél és nem jött a betanító? Mert oda sem mentél, akkor valószínűleg azért nem hívnak. Sajnos ilyen világban érünk, mert oda mész, és hogy rajtad kívül állók miatt, az eső miatt azt mondják, hogy hát nem jön, akkor az úgy megint más. Szerintem. Bár nem akarok most itt izélni, csak... Az a baj, hogy ez így működik sajnos. De mindegy, reméljük, hogy azért... Lesz valami meló-meló. Ja, hogy nem hívtak. Hát? Az nem túl jó. Hát a ház mellé. Jocika.
De miért engem, mikor nem vagyok spoiler? Most kezdem azt gondolni, hogy nekem nincs hatodik érzékem ebbe a tankba. Szerintem nekem ebbe a tankba nincs hatodik érzékem. Mert most se villant a hatodik érzék. Ez jó volt, tetszett amúgy. Mindenki ide volt fókuszálva. Tőlünk meg egy gyerek se nézett föl, hogy ne fókuszáljanak ránk. Szerintem nincs hatodik érzékem, vagy én nem tudom. És nincs hatodik érzékem. Nincs hatodik érzékem. Beszarsz. Tehát amikor 5000-es kombinált kört mentem, az E5-tel, és meg voltam lepődve, hogy hogy nem látnak. Aztán végül is akkor ezek szerint láttak, én meg tök bátran álltam egy bokorba, hogy engem nem lát senki. 5000-es kombinált kör. Sha la 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 la. Fú, de nagyon szarul megy ezzel a... Pedig bementünk 65% fölé, és nem bírom visszavinni 65% fölé, azért az durva, nem? Pedig azért ezzel tényleg nem kéne, hogy nehéz legyen. Nem nekem való. Nem nekem való. Pedig egyébként mondom, te ez kicsi buffot kapna, ez egy egész szűrető tank lenne, szerintem. Ugyanúgy buffolni kéne, mint a többi amerikai heavy-t, ahogy buffolták a rendes ágom. Szerintem megérdemelni. Nem voltam eléggé beszűkülve. Nem szorítottam eléggé össze. Értem. Lehet, hogy ezt így be kéne valahogy így skillezni, meg ízni, mintha egy TD lenne. Meg lehet, hogy tényleg azt kéne csinálnom, hogy szűkülés gyorsítót rátenni inkább. Meg ilyenek. Egy olyan sonda gyanúm, hogy lehet, hogy úgy egy fokkal jobban működne, hogyha TD-ként kezelném. De... visz rá lélek valahogy. Mert szerintem annak is gyenge. Hogy eltűnt. Nézd ki még egyszer, kérlek. Nem tudom. Valaki azt mondja, hogy ez 0,33-as pontosság. Az egy büdös nagy csaló! Hét per egy nagyobbat sebzett. Mint amit én szoktam átlagba. Az a durva.
Láttátok, hogy dobtam már ezzel a tankkal 500-at mondjuk? Vagy 500 fölöttit? Én nem igazán emlékszek rá. Tehát 400-as alfája van, de... Szerintem 460-nál többet én nem lőttem ezzel a tankkal. Ami elég szomorú. Egyven. Amán, döfi. Hát igen, ez nem egy T-30. Gold shoot, Jan. Ez így nehéz lesz. És végig láttak. Jó volt. Kár, hogy nem mentek a többiek előre a másik oldalom. Attól nem lesz jobb, Mikey, hidd el. Azzal az 5%-tól nem lesz jobb. Nem az a baja. Ezt át kell majd... Talapból skillezni is kell, tehát ugye a Brotherly Arms is legyen még rajta, meg szerintem forgási mechanizmus kéne, meg szűkülés gyorsítórá. Vagy szűkülés gyorsító csak eljött, mert tehát nem érzem azt, hogy ez a 0,33-as pontosság, ez meg lenne a tanknál amúgy. Tehát, hogy így. És ugye még a mínusz 20%, most ezt mínusz 25-re át tudom rakni egyébként, csak úgy mondom, ugye, hogy hátrakom a függőleges stabilizátor ilyen perk részt ide oldalra, ugye akkor mínusz 25% az olyan, mint ez föl lenne húzva. Fölösleges. Mert ugyanúgy szar volt. Úgyhogy nem érzem, hogy az segítene rajta bármit is amúgy. Ide viszont ez tök érdekes, hogy nincs hatodik érzékem. Elég undi. Pam 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 pam. Be kéne mennem közel harcolni. Top trikén, bár ez kis tír, úgyhogy nem biztos, hogy nagyon jöttek ide. Enemitől. Sonika.
nem jönnek utánam a többiek. Továbbra is ott állnak hátul. Miért nem lehet előrébb jönni? Nem értem ezt, baszki. Tehát miért kell megvárni mindig azt, hogy meghaljon az ember, hogy meginduljanak? Tehát miért nem tudunk együtt mozogni? Na jó, srácok. Én már ezt így elengedem. A votot. Úgyhogy megyek alvadni. Úgyhogy ez így már ennyi, srácok. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Illetve köszi a követéseket is. Volt egy pár, látom, srácok. Úgyhogy holnapi nap folyamán nagyjából, ha leszek, akkor ilyen tájt, mint ma, ilyen 5-6 fele. Jó, úgyhogy holnap találkozunk, lehet, hogy holnap mással játszunk. Ha nagyon kedvem lesz votozni, akkor votozzunk, de valószínűleg mással fogunk játszani. Lehet, hogy fifázunk egy kicsit, vagy lehet, hogy valami teljesen mással majd. Aztán, ha van kedve, akkor lehet, hogy votozzunk, majd meglátom, jó? Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm a mai napon, hogy itt voltatok, pihenjetek jól, legyen szép estétek, és holnap találkozunk. Szevasztok!